említettek, a piros pöttyök a régi, régebbi fertőzések, a kék pöttyök az új fertőzések. Ez a sötétebb narancssárga, ez a magas kockázatú területek, és a világosabb narancssárga a közepesen kockázatos terület, tehát oda tartozunk mi is. Vendéged itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke éppen azt mutatja, hogyan és milyen gyorsan terjed az afrikai sertéspest is Magyarországon, és a járvány már átlépte a Duna vonalát. Ez a vírus a vaddisznókra és a házi sertésre veszélyes, az emberre nem. Az országos főállatorvos a járvány megállítása érdekében több intézkedésről is döntött. Így például minden alacsony kockázatúnak minősített vadgazdálkodási egységénél közepes fokozatúra módosította a kockázati besorolást. Tolna megyét is ide sorolták. Ez azt jelenti, hogy nálunk is kötelező a vaddisznó állomány gyérítése, ugyanis ezek között máshol találtak már fertőzött egyedet, és félő, hogy megfertőzik a házi sertéseket is. Sajtóértesülés szerint Pest megyében az országos főállatorvos az összes vaddisznó leöléséről döntött, amelynek végrehajtása már el is kezdődött. Ez tulajdonképpen kettő célt szolgál. Az első cél az állomány, a vaddisznó állománynak a gyérítése, hogy a járvány az lassítható legyen, a másik cél pedig a diagnosztika. Tehát ezeket a kilőtt állatokat mintavétel után a Nébik laboratóriumából küldik, hogy meghatározzák, hogy ASP-vel, tehát afrikai sertéspestissel fertőzöttek-e. A Tolna megyei elnök azt mondja, most az a legfontosabb, hogy a házi sertés és a vaddisznók érintkezését megakadályozzák a gazdák különböző óvintézkedésekkel. Az első az talán az lenne, hogy a sertéstelepek körüli kerítéseknek a megerősítése, az esetleges hibák kijavítása kerüljenek, hogy a vaddisznók ne jussanak be tulajdonképpen a telepekre. A másik, hogy a takarmányt vagy az almozásra szánt szalmát zártan tartsák a termelők. Mindenre azért van szükség, hogy a vaddisznók a takarmányt ne ehessék meg, az almot pedig ne szennyezhessék be ürülékükkel. A szakemberek ezen kívül azt javasolják, hogy a sertéstartó ne alkalmazzon takarmányozási célra élelmiszer hulladékot, mert a vírus a nem megfelelően hőkezelt húskészítményekben, mint például kolbászban, sonkában fertőzőképes marad. Ha pedig vadászik a sertéstartó, akkor a vadászatkor használt gumicsizmát öltözéket ne vigye be az állatai közé, mert az is fertőzőképes lehet.